Tengó vezér utasította a többieket egy utolsó torpedóvetésre és a bázisra való visszatérésre. December 5th. 1945. december 15-én a haditengerészet 4 Avenger típusú gépe befejezte gyakorló repülését Florida partjai mellett. A Fort Lauderdale-ben lévő irányító toronynak küldött üzenet szerint 8 kilométerre voltak a leszálló pályától. Fort Lauderdale közölte Tengó vezérrel az adatokat. Szélsebesség 250, optimális magasság 2998 méter, látótávolság 30 kilométer. De még mindig nem látták a gépeket. Tengó vezér rádió jelentése szerint már irányba álltak és közeledtek a leszálló pályához. Még mindig nem látták őket a toronyból. Tengó vezér újabb üzenete. A leszálló pálya fölött vagyunk, irányba álltunk. És még mindig nem látták őket. A gépen nem értették, mi lehet a gond. A torony helyzetjelentést kér. A vezér szerint a bázis fölött voltak, mégsem láttak lentről gépet a légtérben. Majd jelzést kaptak a Palm Beach-i reptérről, hogy a négy madárka ott készül leszállni. Fort Lauderdale átadta az irányítást Palm Beach-nek. A gépek nem Fort Lauderdale-ben, hanem 60 kilométerrel odébb Palm Beach-ben landoltak. Furcsa navigációs hiba. Egy iránytű elromolhat, és egy pilóta tévedhet. De négy pilóta és négy iránytű, ezt nehéz megmagyarázni. Baj azonban nem történt. Még ugyanaz nap egy másikra is felszállt. A 19. raj 5 Avengere részese lett a repülés történet legkülönösebb esemény sorozatának, amelynek szintere a Bermuda háromszög. A Bermuda háromszög titkai. A Bermuda háromszög valódi természetét, sötét lényegét egyetlen ember sem fejtette még meg.
Mégis egy valaki talán rátalálhat a titok nyitjára. Az ismert író és kutató, a piramisok és a tenger titkainak nyomozója. Mély itt a tenger és rejtélyes. A nevem Peter Tompkins. Egész életemben a világegyetem titkait kutattam. Kihívásnak vettem azokat, és megpróbáltam megoldani. Földünk egyik legbékésebb vidékének tűnik ez a terület itt a Bermuda háromszögben. A háromszög központja fölött elrepülve találtam erre a kövekből épített furcsa négyszögre. Vajon ez az itteni szivacshalászok műve, vagy egy letűnt civilizáció elsüllyedt romjai? Talán itt rejlik a háromszög rejtélyének a kulcsa. A háromszög egyik csúcsa Bermuda, angol gyarmat. 152 apró sziget egy 35 négyzetkilométeres vízterületen. Az itt élő 56 ezer ember legfőbb elfoglaltsága az évente ide látogató félmillió turista ellátása. De kutatásunknak ez a hely csupán kiinduló pontja. Az igazi kalandok nem szerepelnek az úti könyvekben. Íme az óceáni és tengeri katasztrófák hiteles múzeuma. Rengeteg kisebb-nagyobb roncs hever szerteszi. Fölfordult halászderegje, megtorpedózott hadihajó. Már korábban is láttam a rajtuk tátongó lyukakat, a törött árbócokat. Mindent átvizsgáltam. De vajon hol van a Cotopaxi teherhajó, amelyet erre láttak utoljára 1925. december 11-én? Vagy a Revenak jacht, amely újévi mulatságra indult és 1957 utolsó éjszakáján tűnt el? És sorolhatnám a hajókat, amelyeknek itt kéne lenniük, de hírük hangok sincs. És ez csak az egyik sarka a háromszögnek. A háromszög másik csúcsa 1500 kilométerre délkeletre fekszik. A keresett nyaralóhely a floridai Miami. Repülőterére 20 milliónál is több utas érkezik évente. Megtöltenek 100 luxusszállót. Számukra a Miami jachtkikötő csupán kiinduló pont a Karib-tenger vizei felé. A víz alatt azonban az óceán e-századi áldozatai hevernek. Ezeket könnyebb megtalálni, mert egy repülő nem sodródik messzire, mielőtt elsüllyed, hanem mint a kő zuhan le a tengerfenekére. Itt megpihen a galleonok, klipperek és gőzösök között, és lassan benövi a korál. De semmi nyoma az amerikai DC-3-asnak, sem az angol Star Tigernek és Star Arielnek, sem annak a további öt gépnek, amelyek ugyanitt tűntek el egyetlen évtizeden belül. Nem a roncsok, hanem azok hiánya kelti föl az érdeklődést. El Morro ősi spanyol erődje, melynek falai alól az erzsébetkori Sir Francis Drake is elmenekült, most a háromszög harmadik csúcsát őrzi. El Morro éles ellentéte San Juan modern városa Puerto Rico szigetén. Ezt a trópusi gyöngyszemet látszólag messze elkerüli az elemek harca. Mégis a parttól nem messze hajóroncs áll ki a vízből, akár egy őrszem ég és föld között.
Ám a Gelderland katasztrófájában nincsenek rejtélyek. Ezek nehezen hajózható vizek. Nem is ez a roncs érdekel engem, hanem azok, amelyek ok és nyom nélkül tűntek el. Óta több mint 100 hajó, repülő és több ezer ember vágott neki a háromszögnek, hogy aztán eltűnjön mindörökre. Nem meglepő, hogy az itt lakók többsége maga is szembe került titokzatos jelenségekkel, megmagyarázhatatlan dolgokkal. Nem bolondok ők, vagy szenzációhajházok, hanem viharedzett profi, hétköznapi férfiak és nők, akiknek nem kenyere a képzelődés. Ilyen ember Carlton Hamilton is, aki már 2 millió repülőt vezérelt biztonságban Miami-ban. Légi közlekedés irányítóként eltöltött évei alatt nem is egyszer szembesült számára érthetetlen erőkkel. 30 éve van már a szakmában. Mindig éjféltől reggel 8-ig volt szolgálatban a nemzetközi toronyban. Egy alkalommal ketten voltak fenn a toronyban, kielégítő időjárási viszonyok között egy C-46-ost vártak a kolumbiai Bogotából. Már ereszkedett 8000-ről 6000-re. A gép pilótáját régebbről ismerték, tudták, hogy nagy gyakorlata van, sokszor megtette már ezt az utat. Mikor felkérték, hogy jelentse, ha elhagyta a 6000-et, nem jelzett vissza. Újra és újra hívták, de többé nem jelentkezett. A pilóta ismerte a vidéket, mint a tenyerét. Látnia kellett már a parti fényeket. Ha a gépen valami műszer meghibásodott, akkor is tartania kellett volna az irányt. Carlton Hamilton mindent aprólékosan feljegyzett, de máig nem érti, mi történhetett azon az éjszakán 1949-ben. A szolgálat alatt nem volt zavar az összeköttetésben. A rádiók tökéletesen működtek. Sem a gép, sem a rakománya nem került többé elő. Ma úgy gondolja, hogy a gép eltűnését végzetes navigációs hiba okozta, amit ez az ördögi háromszög idézett elő. Az irányító és a pilóta is jól ismerte az elektronikai műszereket, de azon az éjszakán mégis cserben hagyta őket a technika. Carlton Hamilton még mindig értetlenül áll a történtekkel szemben. Ez minden esetre bizonyíték lehet az elektromágnesesség és a háromszög összefüggéseire. 27 évvel később Miami fölött az éterben más lehetséges magyarázatok után kutattak. A WFTL rádióadó riporterét kérdésekkel bombázták a hallgatók, hogy vajon igaz-e, hogy a parti őrség UFO-kat észlelt a Bermuda háromszögben. Nem titok, hogy sokszor UFO-k be- és kirepülését jelezték a háromszög területén. Igazság szerint erre felé észlelik a legtöbb UFO-t. 1975. április 13-a éjszakáján Ray Smithers, egy Fort Lauderdale-i bemondó, élő telefonos műsort vezetett a Bermuda háromszögről. Élénk volt az érdeklődés, az összes vonal működött, de Smithers számára nem ez maradt a legemlékezetesebb. Mint később kiderült, a hívások folyamatosan érkeztek, ám egyszer csak a stúdióig már nem jutottak el. Smithers magára maradt. A stúdió elszigetelődött. Hiába vette fel a telefonokat, senki nem volt a vonalban. Többszöri sikertelen próbálkozás után végül egy férfi hang hallatszott a telefonban, és a következőket mondta. Remélem megértik, amit most elmondok. Bolygójuk minden élőlényének megvan a maga aurája. Azon át kommunikálnak a milliomodik tanáccsal, amely a bolygójukat irányítja. Az önök által emlegetett vidék a bolygó aurája. Ezen a csatornán keresztül érkeznek a milliomodik tanács üzenetei. Which council, sir? The million council.
Igen, a milliómodik tanács. A felvételt elküldik Los Angelesbe John Hickman hanganalitikusnak. Ő a beszélő hangsúlyából meg tudja állapítani, hogy igazat mondott-e. Időtlen térbe kerültek, és mind élnek és jól vannak. Ez az egyetlen körzet, ahol a tanács kommunikálni tud. Az analitikus szerint a hangsúlyos részek a következő. Aki belép a körzetbe, nem tűnik el. Mind élnek és jól vannak. Ez az egyetlen körzet, ahol a tanács kommunikálni tud. A grafikon egyértelműen kimutatja, hogy a hívás nem beugratás volt. A hívó hitt abban, amit mondott. Aki belép ebbe a körzetbe, amikor a kommunikációs csatorna nyitva van, az nem tűnik el, hanem egy időtlen térbe kerül. Mind élnek és jól vannak. Ez az egyetlen körzet, ahol a tanács kommunikálni tud a bolygójukkal. Ez a rejtélyes hang az éjszakában egy időtlen térről beszél. Legyinthetnénk is rá, ha nem lenne tény a sok nyomtalan eltűnés. Egy valódi kísértett hajó fedélzetére lépve a félbeszakadt élet nyomai kísértenek. Vajon mi a magyarázat a névtelen schooner esetére, ami 1881. augusztus 20-án bukkant fel a Bermuda és a Bahamák között? A hajó sértetlen volt, ellátva megfelelő élelmiszerkészlettel. Épp csak a legénység hiányzott. És ez még nem minden. Az Ellen Austin schoonerről új legénység szállt át rá. A hajókat két napra elszakította egymástól egy vihar. És mikor újra rátaláltak, a névtelen schooner épp volt. De az új legénységnek is nyoma veszett. És még mindig nincs vége. Egy második legénység is átszállt a fedélzetére. A hajók sose távolodtak el egymástól 10 hossznál messzebb. De ez alkalommal már nem csak a legénység, de a schooner is végleg eltűnt. December 1946. A City Bell nevű schooner kifutott Nassauból 24 emberrel a fedélzetén. Három nappal később találtak rá, amint a tengeren hányódott. A rakomány sértetlen, a hajónapló rendben. Az utasok ruhái szép rendezettel lógtak a fogasokon. Néhányan az UFO-k létének bizonyítékát látják az eltűnések mögött. Alátámasztja ezt az az elmélet is, hogy egy épp, stabil hajóról az emberek nem ugranak a tengerbe. Valószínűleg földön kívüliek kezei közé kerültek, és most űrlaboratóriumban kísérleteznek rajtuk. Nagy a vita ezen elmélet követői és azok között, akik prózaibb magyarázattal szolgálnak, mint például cápák, emberrablás, tengeri kalózok támadása. Egyes kísértett történeteket nehéz elhinni. Másokhoz azonban kétség sem férhet. Írásos dokumentumok, szavahihető tanúk bizonyítják. Ilyen történet kezdődött 1812-ben egy nyári reggelen az angol gyarmaton Barbadosban. A 10 éves Dory Chase testét végső nyughelyére kísérték a Chase családi kriptába. Halálának oka azonban nem trópusi betegség volt, mint sok más esetben. A kis Doris Chase halálra éheztette magát. Egyesek szerint így akart elmenekülni zsarnok apja Thomas Chase dükkitörései elől. A szomorú sorsú kislány testét nagynénje és kishúga mellé helyezték. Talán az ég igazságszolgáltatása volt, hogy a kripta következő lakója maga a zsarnok apa lett.
Thomas Chase temetése előtti éjszakán szokás szerint a szolgákkal kinyittatták a kriptát. Nehéz munka volt. A bejáratot fedő kőlap több mint 4 mázsát nyomott. De a szolgák fáradtságot nem kimélve dolgoztak, hisz gyűlölt urukat temették. A látvány azonban elborzasztotta őket. Úgy tűnt Chase-nek még halála után is szörnyű hatalma maradt. A szolgák nem voltak hajlandók visszatérni a kriptához, csak egy szent ember kíséretében. Thomas Ordison atya nem hitt a szolgák rémmeséjén. Visszament velük, hogy bebizonyítsa, érzéki csalódás áldozatai lettek. A fáklyák táncoló fénye okozhatta a látomást. Ordison atya nem volt babonás. Újra helyükre tették a koporsókat, majd illő szertartás után Thomas Chase is a kriptába került. Találgatták, hogy vajon sírrablók jártak-e a kriptában. Nem valószínű, hiszen egyik koporsót sem nyitották fel. Még 3-szor fogadott be új testet a nyugvóhely, és a koporsók minden esetben össze-vissza álltak. A kriptát vizsgálat alá vetették a hatóságok. A falon egy repedést sem találtak. Zártsága miatt a legapróbb rovar sem élt meg benne. Átvizsgálták a padló minden centiméterét, titkos alagutak után kutatva, melyek megmagyarázhatták volna a koporsók elmozdulásának rejtélyét. De nem találtak még nedvességet sem. A Chase kripta csontszáraz volt. A szolgák babonás rettegésben éltek. A Chase kriptát az eleven halottak tanyájának tartották. A kormányzó elhatározta, hogy véget vet a babonának. Feljegyezte minden koporsó pontos helyét, és lebetonoztatta a kripta fedőlapját, majd a friss betonba belenyomta saját hivatali bélyegzőjét. Így a kriptát senki nem nyithatta fel nyomtalanul. Egy év múlva pedig véget vethetnek a babonának. Mikor a kiszabott idő letelt, felnyitották a kripta fedelét, melyen a pecsét sértetlensége mutatta, hogy a kriptát nem háborgatta senki. A koporsóknak tehát rendben kell lenniük, de nem így történt. Az újabb elmozdulásra se szökőár, se földrengés nem adhatott magyarázatot. Érdekes tény azonban, hogy egy koporsó mindig a helyén maradt. A dohos temetési jegyzék szerint ez a koporsó fából volt, míg a többi ólomból. Tehát a tapasztalt jelenség kulcsa az elektromágneses tér lehet. George Worley kapitány példás családi életet élt. Szeretettel megpuszított a kislányát, mielőtt elindult Norfolkból Rióba. Ennek az embernek a különös átalakulása miatt válik érdekessé a Cyclops története. 1917-ben jár. Javában tart az első világháború. Az első tiszt kiadja a parancsot a hajó eloldozására. A veszélyes utat a kapitány elméje sínlette meg leginkább. Nem engedte, hogy a matrózok kijavítsanak egy elromlott motor. Minden problémáért az egyik altisztjét okolta, és szegény csak hamar öngyilkosságba kergette. Majd minden különösebb ok nélkül bezáratta az egyik másodtisztjét. Kemény kalapban és fehér neműben sétált a fedélzeten akkor is, amikor Rióban egy kikötéskor utasokat vett fel. Az utasok közt volt egy fegyenc is. Devo elítélt egy másodosztályú tűzoltó Pittsburghből.
A vád bűnrészesség gyilkosságban. A Portsmouthi börtönbe kell szállítani, ahol letölti a kiszabott 99 év büntetést. A kapitány úgy vélte, felüdülés lesz majd a fegyencnek 99 év a börtönben azután, hogy egy hónapot tölt a Cyclopson. A foglyot bezárták. A gyilkos Devo csak egyike volt a hajó utasainak. Alfred Gottschalk, amerikai diplomata volt a másik utas. Bár mindketten más környezetből érkeztek, mégis egyenlő részben osztoztak a hajó további sorsában. A kapitány örömmel vette, hogy a diplomata személyében egy művelt, értelmes embert láthat vendégül a hajón, már elege volt a faragatlan matrózokból. Napnyugtakor készültek indulni, de egy tragikus baleset közbeszólt. Motorpróba alatt egy férfi a fedélzetről a vízbe zuhant. A motort leállították ugyan, de már túl késő volt, és a hajócsavar szétszabdalta a testet. A kapitány leküldött néhány embert, hogy összeszedjék a férfi darabjait, hogy tisztességgel eltemethessék. Mire a Cyclops kifutott Rióból, már elterjedt róla a babona, hogy halálhajó. Már a háromszögön át délfelé haladva világossá vált, hogy a kapitány elméje kezd elborulni. A tragikus végzet a visszafelé vezető úton várt a Cyclops legénységére. A matrózok örültek, hogy már hazafelé tartanak, de meglepetést várt rájuk. Előzetes bejelentés nélkül Worley kikötött Barbadoson. Levitette a hordókat a partra, hogy újra feltöltsék ivóvízzel. Azt mondta, szüksége van még élelmiszerre, szénre és pénzre. Mint később kiderült, egyiket sem tudta felhasználni. A szárazföldön eltöltött utolsó napján vidáman teázgatott az amerikai konzulátuson. A konzul nem szívesen látta vendégül, ugyanis kósza híreket hallott a hajón tartott rögtönítélő tárgyalásról és kivégzésről. Utolsó napjának délutánján Worley újra szerető apának mutatkozott. A hajóorvos feljegyzéseiből később világossá vált a konzul számára, hogy a Cyclops kapitánya már nem kerülhette el a végzetét. Mikor a hajó éjjel felhúzta a horgonyt, a partról úgy látták, nem hazafelé veszi útját. Mégis egy Vestris nevű angol hajónak adott rádiójelzés szerint úgy vélték, hazafelé tartanak. De a Cyclops többé nem bukkant fel. Újságot cikkeztek a szénszállító rejtélyes eltűnéséről. A Cyclops története többféle forrásból áll össze. Szemtanúk vallomásaiból, a hajózási nyilvántartásból, amerikai időjárás jelentésekből és a haditengerészet hivatalos irataiból. A haditengerészetnél senki nem hitt a Cyclops pusztulásában, hisz soha nem fordult még elő, hogy egy hajó SOS jelzés nélkül süllyedt volna el. Talán Worley rosszul navigálta és zátonyra futtatta a hajót. 50 ezer négyzetkilométernyi területet kutattak át a tengeren, de a roncs nem került elő. Egyes feltételezések szerint a hajó legénysége fellázott. De hová rejtőzhetett el 302 matróz? A haditengerészet átkutatta a környék lakott településeit, de idegeneket sehol sem láttak. Más vélemények szerint a hajót megtámadták és német tulajdonba került. Mint később kiderült, Worley is Németországban született. Gottschalk konzul felvette a németekkel a kapcsolatot. De a német feljegyzésekben ez a hajó nem szerepelt. Ennyit a Cyclopsról, egy őrült kapitány vezette hajóról a háborús időben.
A következő történet egy repülőről szól. Minden idők legszívósabb, legmasszívabb gépéről, vagyis a DC-3-osról. Meg egy teljesen épelméjű, nagy tudású pilótáról, Robert Lindquistről. A DC-3-as a háromszög egyik sarkából repült a másikba, Miami-ból a Puerto Rico-i San Juan-ba. Engedélyt kapott a leszálláshoz Isla Grande. A futómű jelzőlámpája nem működik, de a pilóta nem aggódik emiatt, hisz repülőgépét 4 napja alaposan ellenőriztette. Az 1935 és 1947 között épült 10.000 DC-3-asból 1977-ben még legalább 2.000 darab volt használatban. Az összes típus közül ezt tartják a legtartósabbnak és a legmegbízhatóbbnak. Lindquist spanyolul tréfálkozott az irányítókkal, és leszállás után ellenőriztette az akkumulátorokat. Mindez 2 nappal karácsony után történt, 1948-ban. Huszonkilenc portorikói, akik otthon töltötték az ünnepeket, arra vártak, hogy Lindquist megtankoljon és elszállítsa őket Miami-ba vagy New York-ba, ahol munkát vállaltak. A repülő időben landolt, és a hangos bemondó szerint pontosan is indult tovább 1 órán belül. Az utasok még nem tudták, hogy van egy kis gond a géppel. Lindquist gyanúja helyesnek bizonyult. A jelzőlámpák hibáját kisebb áramkimaradás okozta. Az akkumulátorban kevés volt a folyadék, így elrendelték annak feltöltését. Ezt a DC-3-as gépet 1963-ban gyártották, és azóta 28.257 órát töltött a levegőben. Több mint 12 évig üzemelt anélkül, hogy meghibásodott volna. Kipróbálták a rádiót. A vétel stimmel, de az adás nem. A kifutópálya végén alapos vizsgálat alá vették a gép rádióját. A helyi légiforgalmi hivatal főnökével közölte a pilóta, hogy problémák vannak a rádióadással. Lindquist engedélyt kért, hogy felszállhasson rossz rádióval, csupán a műszereire hagyatkozva. A légiforgalmi hivatal főnöke csak azzal a feltétellel engedélyezte a vizuális észleléssel való felszállást, hogy a gép San Juan közelében marad, míg az akkumulátor képes már az adót is működtetni. A váróteremben alább hagyott a karácsonyi hangulat. Már 2 órája vártak arra, hogy a szerelők, a pilóta és a hatóságok meggyőződjenek a felszállás biztonságosságáról. Indulás előtt az előírásnak megfelelően ellenőrizték az üléseket és a pedálokat, a parkolóféket, a szárnyfékeket és az üzemanyagadagot. Közölték az utasokkal, hogy beszállhatnak a Miami át New Yorkba tartó utasszállítógépbe. A rádió kivételével minden rendben volt. A karburátor, a meghajtó áttételek, a generátor, az elektromos kijelző. A pilóta kiadta a parancsot a motorok beindítására, és készen álltak a felszállásra.
A gépen minden tökéletesen működött, kivéve a rádióadót, amikor 22:03-kor felszálltak. Robert Lindquist, aki 3265 órát töltött a levegőben, számtalanszor megtette már ezt az utat. Ernest Hale, a másodpilóta, eddig 197 órát repült. Mary Burke állandó jókedvével, kedvességével, maga volt a tökéletes stewardess. Mosolyogva beszélgetett az utasokkal, a családról és a gyerekekről. Neki még nem voltak gyerekei. Tíz perccel a felszállás után Lindquistnek már körpályán kéne lennie, de a toronyból nem látják és nem is hallják őt. Az NC 16002-t hiába hívta a San Juan irányító torony tisztje. This is Isla Grande San Juan. Come in please. Come in please. NC 16002. Come in please. No puedo hacer contacto con él. Bien, gracias. ¿Sí? Sí. Gracias, adiós. Se les ha hablado. No pudieron hacer contacto con nosotros. Lindquist, to successfully... Végül Lindquist sikeres kapcsolatot teremtett egy közeli légiforgalmi ellenőrző állomással, és elindult Miami felé. Gépen kávét és teát szolgáltak fel. Éjjel 1:03. Kingston. Lindquist már egy órája elindult, jelentkeznie kellene. A gép iránya 330 fok volt. 50 kilométerrel északkeletre repültek a Guantanamo-i öböl fölött, és időjárás jelentést kértek. A Kingstoni brit légierőbázis szerint a látási viszonyok kitűnőek, a szél változékony, iránya északnyugati-délnyugati. Jamaikában is befogták őket. Az út Miami-ba 6:45 tart. A DC-3-ason van elég üzemanyag további 45 percre. A megérkezés tervezett időpontja hajnali 5:30. 4:03. A New Orleans-i ellenőrző állomás 1350 kilométerrel Miami-n túl. Itt jelentkezett az NC 16002 Miami-t keresve. Mindennapos volt, hogy New Orleans Miami adást fogott. A pilóta úgy vélte, hogy terv szerint 30 perc múlva landolnak Miami-ban. Már látták a város fényét. A stewardess tájékoztatta az utasokat a leszálláson. De sem Mary Burke, sem a gép 29 utasa nem ért földre. A DC-3-as nyomtalanul eltűnt a légtérből. Az egyetlen elfogadható magyarázat valamilyen navigációs probléma. A feljegyzések alapos vizsgálata azt mutatja, hogy karácsony körül több rejtélyes eset történik. Ez is egy karácsony, szintén Miami-ban. Patrick Horgan atyát csónakázni hívja barátja, Dan Burak. Burak
Jurák sikeres üzletember, volt szálloda tulajdonos. Motorcsónakját mindig a béke kis szigeteként emlegette. Horgan atya félt ugyan a vízreszállástól, de tudta, hogy barátja józan és óvatosan vezeti ezt a biztonságos, szinte elsüllyeszthetetlen hajót. Úgy tervezték, hogy a hullámtörő végéhez mennek ki, a hetes bójához, hogy megnézzék Miami karácsonyi fényeit. Egyszer csak a Witchcraft felhívta a parti őrséget, és jelentette, hogy lemerült az akkumulátora. A parti őrség helyzetjelentést kért. Burek hívása este 9-kor érkezett, melyben azt állította, hogy a hetes bója mellett áll. A mentőhajó 9 óra 3-kor indult értük, és 9 óra 18-kor ért a bójához. De nem látták a hajót sem a bójánál, sem annak környékén. Nem is került elő soha többé. Egy felkészült, tapasztalt mentőszolgálat átkésülte értük a környéket. Nem értették, hová tűnhetett a hajó 18 perc alatt. El nem süllyedhetett. Rádiója és jelzőfényei működtek. Aki nem hisz a természet fölötti erők létezésében, annak esetleg az időjárás magyarázatul szolgál. A Miami időjárás megfigyelés feljegyzéseiből kiderül, hogy azon az éjszakán váratlan vihart támadt a tengeren, ez kisodorhatta Witchcraftet és utasait a nyílt vizekre, de olyan messze nem, hogy a parti őrség meg ne találta volna. Miamiban az időjárás igen bizonytalan, de komputerek segítségével már sikerült többé-kevésbé megfejteni. És úgy tűnik, Burek és Horgan eltűnésének okát máshol kell keresni. Frank Flynn mindenkinél jobban ismeri az időjárást. Most épp házakat és telkeket árul Fort Lauderdale közelében, de 20 évig járta a környező vizeket, mint a parti őrség tisztje. Egy augusztusi éjszakán azonban minden tudása és tapasztalata cserben hagyta. Megmagyarázhatatlanul különös dologban volt része. 1956-ban történt a Bermuda háromszögben, itteni első útja alkalmával. Gyönyörű idő volt, a tenger nyugodt, csendes. A látótávolságot semmi sem korlátozta, öröm volt hajózni azon az éjszakán. Fél kettő körül a radarernyőn egy széles sáv körvonalai rajzolódtak ki. Kissé meglepődtek. Először valamiféle földsávnak tűnt. De a műszerek azt mutatták, nem tértek el az útiránytól, és a part tőlük 265 kilométerre volt. Óvatosan közeledtek a jelenséghez, bár feltételezésük szerint ott csak víz lehetett. Másfél óra múlva már csak 800 méternyire lehettek tőle. Még jobban megközelítették, úgy 100 méternyire, majd bekapcsolták a keresőfényt, ami visszaverődött, nem hatolt át azon a valamit. Még közelebb merészkedtek. Újra megvilágították, majd irányt változtattak, hogy ne érintkezzenek ezzel az ismeretlen tömeggel. Bár a hajó oldalával többször is súrolták a szélét, mégsem történt semmi rendellenes. Így visszakapcsoltak normális sebességre, és behatoltak az ismeretlen tömegbe.
Rögtön feltűnt, hogy alig látnak az orrukig. Nem sokkal később a gépház jelentette, hogy csökken a gőznyomás. Megdöbbenésük tovább fokozott. Alig 4 csomóval haladtak előre, de akkor úgy döntöttek, hogy visszafordulnak. Alig kezdték meg a kanyart, már is kiértek a kötszerűségből. A mai napig sem tudja biztosan, mi lehetett az az ismeretlen jelenség. Több óceánográfussal is megtárgyalta az esetet, de egyikük sem tudott magyarázattal szolgálni. Az amerikai óceánkutató központban San Diego közelében Dr. Hugh Ritter és munkatársai mesterségesen képesek rekonstruálni a radarképeket, és foglalkoznak az eredetük meghatározásával is. Megkapták Frank Flynn írásos jelentését, és kivizsgálták az ügyet. Az itt látható vázlat azt mutatja, hogy mi történik a radarsugárral a légkörben. A magasságot 1500 méternek, a szélességet 450 kilométernek vettük. A légkör a radarsugarakat visszaveri a víz felszínére, és az arról visszaverődő sugarakat a gyakorlatlan szemlélő gyakran szárazföldnek vélheti. Ezen a dián látható, mit mutat a radarernyő, ha a légköri viszonyok megváltoznak. A nedves, hideg levegő meleg szárazra vál. Ilyenkor a sugarak sokkal messzebbre jutnak, mint normálisan. A következő dián a hatás erősödik. Visszaverődések jelennek meg az óceán felől. Ezeket tengeri zavargyűrűknek hívják. De köd vagy pára semmiképp sem lehet oka egy ilyen jelzésnek. Párafelhő sosem jelenhet meg a radarernyőn. Frank Flynn tehát nem párafelhővel találkozott. Az egyetlen magyarázat a tengeri zavargyűrű, mely nem más, csak déli báb, amely a radarernyőn mozdulatlan képként jelentkezik. Flynnék radarján azonban az a valami közelebb. A legegyszerűbb megoldás, hogy Frank Flynn egy látható elektromágneses mezőbe futott. Az iránytű rendkívül egyszerű műszer, mely a mágneses északra mutat. Ismerjük már több ezer éve. Bármilyen fémdarabbal eltéríthetjük eredeti irányától. De ez csak átmeneti jelenség, mindig újra visszaáll. Végül is egész megbízható eszköz. Sok tengerészt és pilótát segített át nehéz viharokon. De a Bermuda háromszögben az iránytűk megbolondulnak, és legtöbbjük sosem áll vissza az eredeti irányba. Ez egy vontató hajó, megbízható öreg jószág. Nem is hinné az ember, hogy ezzel esett meg a háromszög történetének egyik különös kalandja 1963-ban. Csöndes nap volt. Egy úszályt vontattak Puerto Ricóból Fort Lauderdale. A kapitány aludt, amikor váratlanul megborondultak az iránytűk. A kapitány jól megtermett ember volt, 30 éve járta már a tengeren. Don Henrynek hívták, ő maga mesélte el az esetet. A legénység lármáját halva a hídra futott és kiabált, mi az, mi történt. Mire ők elmondták, hogy az iránytű megbolondult, minden rádió összeköttetés megszűnt, a generátorok leálltak. Ezt persze csak később tudták meg. Don Henry azt hitte, őt már nem érheti meglepetés, de később bevallotta, abban a pillanatban nem akart hinni a szemét. Pedig a furcsaságok java még csak ezután jön. Valami azt súgta, menjen hátra, ellenőrizze a vontatott uszályt. Megragadta a vontatókötelet, az feszes volt. Érezhetően volt rajta valami. Látni azonban nem láttak semmit. A kötél vége üresen áll ki a vízből. Az uszály eltűnt,
A kötél mégis feszes maradt. Don Henry attól félt, ők is rövidesen el fognak tűnni. Az egész talán 6-7 percig tartott. Ekkor visszatért a rádió kapcsolat, rendbe jött a radar is. Hirtelen az USA is felbukkant a kötél végén. De arra a 7 percre teljesen kiestek a világból. A háromszögnek megvannak a maga csalói, sarlatánjai, csak a szakemberekben bízhatunk. Olyanokban, mint Flynn, Hamilton és Henry. Természeti magyarázatot keresünk, nem fantasztikusan. Már közelítünk a megoldás felé. Vannak nagy szétrobbanások a világegyetemben, de vannak nagy összerántó erők is, melyek mindent beszívnak egy misztikus térbe, ahol minden visszás lesz, az idő és a tér is. Ezek a fekete lyukak, ellentétei annak, ami itt található. Ezek akkorák, hogy elnyelik akár a Földet is. Einstein a gravitáció, az idő, a tér, az anyag és az elektromágnesesség egymásra hatását vizsgálta az egyesített térelméletében. A fekete lyukakban ezek az elemek együtt megdöbbentő dolgokat művelnek. Az idő visszafelé halad. Tér és anyag összezavarodik. Az erős gravitációs térből pedig még a fény sem tud elszabadulni. Így a fekete lyuk láthatatlanná válik. Vajon az embernek sohasem sikerül ezeket az erőket szolgálatába állítania? Az elmúlt években egyre több publikáció jelent meg arról, hogy 43. októberében egy kísérlet zajlott a legnagyobb titokban, melynek kódneve Philadelphia terv volt. Erős elektromágneses teret akartak létrehozni egy amerikai hadihajó körül, mágneses generátorok segítségével. Olyan erős teret, amely útját állja a látható sugaraknak. Így a hajó és a legénysége láthatatlanná válik. Egyesek szerint a kísérlet sikerült, de a legénység több tagja idegösszeomlást kapott. Dr. Maris Jessup, a tengerkutató hivatal tagja, könyvet is írt erről a témáról, majd rejtélyes körülmények között öngyilkos lett. A haditengerészet tagadja, hogy ilyen kísérletek folytak. Nem tudjuk, sikerült-e hasznosítani az egyesített térelméletet, de ez bizonyítékul szolgálhatna arra, hogy a Bermuda háromszög rejtélyei szorosan összefüggnek az elektromágneses jelenséggel. Ez a fiatal pár néhány óra múlva halott lesz. Magányosan halnak meg. Ebben az esetben mégis tudjuk, mi zavarhatta meg látásukat, és mi vezette őket a biztonságból a nyílt tengerre. Itt is az elektromágnesesség lehet a magyarázat. június 1969, gyönyörű nyári délután a Bahamákon. Caroline Casso, egy Miami Beach-i ápolónő és barátja úton van Grand Turk sziget felé. Ez volt az utolsó állomás, ahol tankoltak. Három órával később Caroline Kikos szigetét hívta, azt mondta, bajban van, eltűnt. Két lakatlan sziget fölött köröz. Pár perc múlva újra jelentkezett, hogy fogytán az üzemanyaga, és nem tudja, mit évő legyen. A lány egyszerűen eltévedt? Vagy pánikba esett? Akkor mivel magyarázzuk azt a tényt, hogy hívása idején egy fényesen kivilágított szálloda 42 vendége figyelte, amint körülbelül fél órán át köröz felettük egy sportrepülőgép, alig 200 méteres magasságban. A lány ezt a szállót látta felülről, de mégis lakatlan szigetről beszél.
Végül abba hagyta a körözést, és a tenger felé vette az útját, tragikus végzete felé. A szálló vendégek örültek, hogy elmegy, már idegesítette őket a repülő zúgása. Csak másnap jöttek rá, hogy egy tragédia szemtanúi voltak. Caroline sportrepülője után alapos keresés indult. A Miami Beach-i parti őrség évente 12 000 riasztást kap. Ez Amerikában a legtöbbet foglalkoztatott és legnagyobb tapasztalattal rendelkező mentőszolgálat. A diszpécser központ ügyeletese állandó kapcsolatot tart fenn a keresőszolgálattal és irányítja a kutatást. Coast Guard Cutter Dauntless, this is RCC Miami. We've dispatched the Coast Guard Cutter Point Barnes to assist. Most a sötét színű sportrepülő után kutatnak a tengerben, Monte Cristótól északra, a Grand Turktől északnyugatra. Egy gépük már útnak indult. Aircraft, dark colored Cessna 172, down 60 miles north of Monte Cristo, 100 miles west of Grand Turk Island. We've got an aircraft en route to that position now and reverting the Dauntless to that area. Állandóan 7 hidroplán áll indulásra készen, hogy minden jelentést azonnal ellenőrizzenek. Kutatás közben semmi sem kerülhette el a figyelmüket. Rendszeresen tájékoztatták egymást a fejleményekről. A parti őrség 3 hajóval, 3 helikopterrel és 3 teherszállítógéppel folytatott kutatása egy hétig tartott, de nem járt sikerrel. Ilyen nagyméretű kutatások ellenére 1971 és 1975 között 44 jármű tűnt el nyomtalanul az Atlanti-óceánon. 27 esetben fosztogatásra gyanakodtak, vagy gépeltérítésre, de a többi 17 esetben a parti őrség semmilyen elfogadható magyarázatot sem talált. Az eltűnéseknél is nehezebben magyarázhatók az újra megjelenések. 1971-ben a feltüntetett adatok szerint egy utasszállító gép útban Miami felé eltűnt a radarernyőről. 10 percre nyoma veszett, majd újból megjön, majd leszállt. Erre vajon mi a szakértők magyarázata? Ez az ábra a radar látószögét mutatja. A magasság 600 méter, a távolság 70 kilométer. Ha egy gép a radar felé repül 150 méter magasságban, az ernyőn 45 kilométeres távolságban tűnik fel, és rajta marad 18 kilométerig. Ott eltűnik, majd újra felbukkan 15 kilométernél. Ezt minden gyakorlott megfigyelő jól tudja. Így hát erejté megoldódott. Az utasok eseménytelen út után érkeztek a reptérre. Egy valami azonban mindegyiküknek feltűnt. Az óráig 10 percet késtek. A gép eltűnése a radarernyőről csupán véletlenül történt? Hogy az utasok 10 percre egy másik dimenzióba kerültek? Egy időgörbületbe? A Bermuda háromszögben és a környező vizekben az elektromágneses erők gyakran jelentkeznek.
20 évig tanulmányoztam az egyiptomi Keopsz piramist. Ott merült föl bennem a megoldás első gondolata. A piramis építője minden bizonnyal értett az elektromágnesességhez. Az építmény csúcsa jelképezi az északi pólust. A belsejében pedig ott van a matematikai leírása bolygónk gravitációs mezejére. Edgar Cayce a próféta szerint Atlantisziak építették. Ő megjósolta azt is, hogy 68-69-ben a Bahamák közelében az elveszett földrész nyomára bukkannak. Cayce jóslatainak megfelelően Bimini mellett fel is fedezték a romokat, utak vagy teraszok maradványait, amelyek a világ más pontjain talált romokhoz furcsa módon nagyon hasonlítanak. Ezek a hatalmas sziklák annyira szabályos alakúak, hogy sok régész azt hiszi, olyan fejlett civilizáció művei, mint amilyenek az egyiptomi és az amerikai piramisok. Cayce a letűnt atlantiszi civilizáció nyomának véli. Az elsüllyedt kontinens piramisai szinte koncentrált mikrohullámú sugárzást bocsátanak ki. A mikrohullámok nagy frekvenciájú, rövid hullámhosszú rádióhullámok. Egyetlen természetes forrását ismerjük, a napot. A sugárzás veszélyei abból a tényből fakadnak, hogy áthatolnak a testen. Ha például az agyat elérik ezek a sugarak, akkor a koponyán belül ide-oda verődnek, és elektromágneses teret keltenek. Ugyanakkor az agyi idegsejtek is elektromossággal működnek. Egy ilyen sugárzás tehát károsan befolyásolhatja a szinapszisok működését. A mikrohullámokról és az elektromosságról most szerzett információink segítségével talán megoldhatunk régi, megfejtetlen eseteket. Ez az irányító torony sok pilótát elvezérelt a II. Világháborúban. 1945. december 5-én egy hasonló toronyba játszódott le az egyik legemlékezetesebb repülős dráma. Íme a 19. repülőrajt története. 5 Avenger gép gyakorló. A háromszög rejtélyei közül ez ragadta meg leginkább a közönség érdeklődését. Azon kívül releváns példája egy személy magatartás változásának. Robert Gallivan őrmester a Csendes óceánon harcolt. Jojo Gruvol őrvezető pedig papnak készült leszerelés után. 1945. december 5-ét írunk. Csaknem 4 hónapja véget ért a II. Világháború. A Fort Lauderdale-i támaszponton már mindenki a civil életről álmodozik. Mivel feltalálták az atombombát, már nincs többé értelme a háborúnak. Gallivannek határozott tervei vannak. Ez az utolsó napja a szolgálatban. Azt mondja, otthon majd kipiheni magát. Rögtön fel is hívja az anyját, hogy vesse meg az ágyat. Még egy rutin feladat, és aztán indulás haza Massachusettsbe. Viszlát, fiúk, a következő háborúban! A két fiú még egy utolsót vitatkozik a katonai bürokrácián, és bosszankodnak, hogy még a csap sem működik rendesen ezen a személytelepen. Nothing works in this nowhere place. I'm not going to get out of here. Már épp ideje, hogy lerépjenek innen. Azok a katonák, akiket nem szerelnek le, karácsonyi eltávozást kérnek. Nem túl ideális élet ez egy pap növendék számára, már megöli őket az unalom a támaszponton. A sasnak csúfolt Balitn imádott repülni, míg sok bajtársa óckodott a repüléstől.
Ahhoz viszont, hogy megkapják a veszélyes szolgálatért járó pluszpénzt, havi 4 órát kellett a levegőben tölteni. Baliton gyakran vállalta, hogy mások helyett repül. Ha az illető szeretne eltávozásra menni, vagy épp csak szüksége van 4 szabad órára. De a szabályzat szerint 1 nap 2-szer nem szállhatott fel senki. Évekkel később Baliton visszatért a támaszpontra, ahol kis híján befejezte az életét. Azon a bizonyos decemberi délutánon ő is jelentkezett repülésre. Szerencséjére még a délelőtti tiszt volt szolgálatban, aki tudta, hogy Baliton aznap már egyszer felszállt. Sokat gondolkodott azóta a dolgon. Akkor már nős volt, és egy gyereke is született, akit még nem is látott. Seattle-ben élt. Ha 15-ként felszállt volna a rajjal, talán minden másképpen alakult. A raj vezetője a texasi Charles Taylor hadnagy volt, aki 6 éves szolgálata alatt 2500 órát repült, de csak nemrég került Fort Lauderdale-be. Késésben volt, de ez nem zavarta. Ez szokatlan egy pontos, lelkiismeretes pilótától. Gyülekezés közben a katonák futballfogadásokat kötöttek, de egyikük sem fog nyerni. 13-an mennek Tayloron kívül, 5 Avengeren a gyakorlatra. Egy ember hiányzik. Alan Costner tizedest felmentették. Charles Baliton pedig nem szállhatott fel még egyszer. Már vagy fél órája várták a hadnagyot. Taylor hadnagy megpróbálta visszaadni a megbízást. Rossz előérzete volt, de nem tudta megmagyarázni miért. Az irányító tiszt elnézést kért a késésért, és köszöntötte a 19. rajt. Az időjárás kedvezőnek ígérkezett. A tenger enyhén hullámos volt. A szélsebesség 20-30 csomó. A tiszt bemutatta Taylor hadnagyot, a raj vezetőjét, aki épp most érkezett Miami-ból, és a környéket úgy ismerte, mint a tenyerét. Taylor 14 óra 10-re tervezte a felszállást Fort Lauderdale-ből. 90 kilométeren át repülnek majd a tyúk csirke zátonyig, ahol gyakorolják a mélyrepüléses bombázást. Aztán tovább mennek 091 felé, még 107 kilométer. Ott 346-ra fordulnak észak felé, és megtesznek 117 kilométert. Majd 241-re délnyugatra, megtesznek 192 kilométert, és visszatérnek a bázisra. A visszatérés tervezett időpontja 17 óra 23 perc volt, így akár az esti filmet is megnézhetik. Taylor hívójele FT-28 lesz, és az alakzat végén repül majd. A földi személyzet már nem közelített a propellerekhez. A pilótáknak be kell szállniuk a gépbe. A 19. raj engedélyt kapott, hogy a kifutópályára guruljon.
14 óra 10 perckor engedélyezték az FT-28-asnak a felszállást. 40 perc késéssel indultak el, de sötétedésig így is visszaérhetnek. A torpedó gyakorlat egyelőre a terv szerint haladt. Egy halász látta őket utoljára délután 3 órakor. Ekkor még jó irányba haladtak. Tizenöt óra 40 perc. Most fordulhatnak észak felé. Épp ebben az időben tért vissza egy bevetésről Lauderdale rangidős oktatója Robert Cox hadnagy is. Ő fontos szerepet tölt majd be a 19. rajt további sorsának alakulásában, hiszen a következő 45 percben csak rajta keresztül tudtak érintkezni a külvilággal. Taylor kétszer is megkérdezte a többieket, hogy mit mutat az iránytű. Nem tudta, merre jár, és félt, hogy elvétették a fordulót. Cox fogta a hívást, és azonnal továbbította Fort Lauderdale-nek a hírt, hogy valaki eltévedt a körzetben. Azok nyomban felkérték az eltévedt hajót vagy repülőt, hogy azonosítsa magát, és felajánlották segítségüket. Az FT-28-ról Taylor jelentette, hogy Fort Lauderdale-t keresi, de mindkét iránytűje tönkre ment. Töredezett szárazföld, valószínűleg a déli zátonyok felett repül, de nem tudja, milyen messzire kerül. Cox továbbította, hogy Taylor szerint a déli zátonyok felett van. Az irányító torony utasította FT-28-at, hogy 270 fokra repüljön a nap felé. A napnak a bal szárny felett kell látszódnia. Az átfogyoknál pedig helyesebb a part mentén repülni. Cox elhatározta, hogy délfelé veszi az irányt, hogy találkozzanak. Taylor közben rájött, hogy 76 méteren van, és már nincs szüksége segítségre. De Cox mégsem fordult vissza. Taylor szerette volna, ha valami radar befogja őket. Jelentette, hogy navigációs repülésen vannak, és a második útszakaszon tartanak. Amint eltévedtek, átvette a vezetést, de sajnos egyik iránytűje sem működött. Cox szerint 10 perc alatt nem érhetik el egymást 30-36 csomós ellenszélben, és azt javasolja, Taylor kapcsolja be a vészjelzőt, és használják a ZBX készüléket. Fort Lauderdale Cox-on keresztül üzent FT-28-nak, hogy valamelyik szélső gépe vegye át a vezetést. Cox helyzetjelentést kért FT-28-tól, bár elég rossz volt a vétel. Visibility 10 to 12 miles.
Aggodalommal töltötte el a Lauderdale-i bázis tisztjeit a tény, hogy tud egy ilyen tapasztalt pilóta, mint Taylor eltévedni egy egyszerű gyakorlaton, ilyen tiszta időben. Még ha az iránytűi nem is működnek. December volt, röviddel karácsony előtt. Hamar sötétedett, tehát a napnak kétség kívül nyugatra kellett lennie. Egy idő múlva Cox hiába hívta őket. Elvesztette a kapcsolatot. Leszállt. Később ismét szeretett volna felszállni, de nem kapott rá engedélyt. Így szerepe a drámában véget ért. Mégis a mai napig ez élete egyik legszívszorongatóbb élménye. Így emlékszik a történetre. A 19. raj vezetője beismerte, hogy eltévedt. Az iránytű meghibásodásán kívül más problémája nem volt. Megkért, hogy segítsek kapcsolatot tartani a Fort Lauderdale-i központtal. Ez vagy 45 percen át sikerült is. De minden egyéb segítséget visszautasított Taylor hadnagy. Port Everglades felkérte az FT-28-at, hogy ha tud, kapcsoljon a 3000-es vészfrekvenciára. De Taylor a raj gépeire hivatkozva nem váltott frekvenciát. Port Everglades rádiópróbát tartott az FT-28-at. Taylor jelentette, hogy most hagyták el az egyik kis szigetet, más földet nem látnak a környéken. 1067 méteren voltak, és bekapcsolták a vészjelzőt. Taylor újra megkérdezte, nem látszanak-e valamelyik radarernyő. A havannai rádió nagyon zavarta az összeköttetést, de se Taylor, se a többiek nem voltak hajlandók más frekvenciára kapcsolni. Közben a keleti part minden kikötője megkapta az üzenetet, hogy 5 repülőgép eltévedt és bajba került, és próbálják meg felvenni velük a kapcsolatot. Taylor utasítása szerint 0:30 felé tartanak 45 percig, aztán északra, hogy kiderítsék, nem a mexikói öböl fölött vannak-e. A rádió iránykeresőkkel az FT-28 adására állva, 6 parti állomás megpróbálta meghatározni a rajhelyzetét. FT-28 utasítása szerint a raj 0:90 felé vette az irányt. Később kiderült, hogy amikor Taylor először jelentette, hogy eltévedt, valójában még jó irányba halt. Mostanra azonban már teljesen összezavarodott. Jelentette Port Everglades-nek, hogy 270 felé haladnak. És addig tartják ezt az irányt, amíg partot nem érnek, vagy nem fogy el az üzemanyaguk. Amint az egyik gépnek 40 liternél kevesebb üzemanyaga marad, mind a vízre szállnak. A vétel 3-as erősségű, a moduláció jó volt. Délután 5 óra 45 perckor Floridában már sötétedett. Bananánál egy hidroplán készenlétben várakozott. A legénység még nem tudta, mi vár rájuk.
Port Everglades újra felszólította Taylort, hogy váltson át a vészfrekvenciára. Repeat. Can you change to 3000 kilocycles? 5 óra 55-re megszakadt a rádió összeköttetés. 5 rádióadó már bemérte a 19. rajt, már csak a Miami Dinner Key-re vártak. Megszületett a Dinner Key mérési eredménye is. 23 fok. Ez megerősítette a többiek által megadott adatokat. A pozíció 29 fok 15 perc észak, 79 fok nyugat. Végre megvannak. 29 fok 15 perc észak és 79 fok 0 perc nyugat. Itt vannak. Újabb rádiós próbálkozások következtek, de hiába. Az iránytű elromlott. Egy ember ítélőképessége felborult. És most, amikor végre megtalálták őket, még a rádió kapcsolat is megszűnt. Valami ördögi dolog történt. És még 13 ember fog belebonyolódni a tragédiába. 19 óra 20 perckor a Bananai hidroplán indulási parancsot kapott. Nem véletlenül nevezik a hidroplánokat úszó benzintartályoknak. Felszállás előtt mindig ellenőrzik a legénységet, nincsen náluk cigaretta vagy gyufa. Bananában felszállt a gép. Dinner Key konstatálta, hogy felszállt két PBM keresőgép. Még hallatszott Taylor hangja. Mostanra már egész Florida figyelemmel kísérte a repülőgépek sorsát. Már látniuk kellene a partot, a parti fényeket. De nem jött létre újabb rádiós kapcsolat. A Bananai hidroplán volt az utolsó remény. Felszállás után 3 perccel bejelentkezett, aztán már soha többé. Később kiderült, hogy ezek az emberek is eltűntek szép csendben, míg a 19. rajt utolsó adásai még hallhatók voltak. Az irány 270. Taylor szerint újból kelet felé kellene fordulni. Egy utolsó próbálkozás a rádió. Húsz óra öt perc. Már elfogyott az üzemanyaguk. Lezuhantak. Óriási keresés indult, de a 6 gépnek és 27 embernek nem akadtak a nyomán. Hogy tévedhet el egy tapasztalt pilóta olyan terepen, amit régóta ismer? Hogy romolhat el egyszerre mind az 5 gép iránytűje? És ha nem romlott el mindenki, miért nem adta át Taylor a parancsnokságot? Taylor rossz előérzete beigazolódott. Nehéz nem elhinni, hogy aznap elektromosság vibrált a levegőben, ami az iránytűket is befolyásolta. De az emberi agyat mindenki. Gyorsan, mindössze egyetlen nap alatt teljesen szétrombolta egy jó pilóta helyes ítélőképességét. Warley kapitánynál a folyamat lassúbb volt. Az agy fokozatos széthullása egyre növelte elmeállapotának labilitását. De miért Warley, és miért nem más? Talán az elektromágneses mező kiválogatják áldozataikat. Caroline Cassio-nak is barátjának csupán a vizuális észlelése romlott el. Dan Burakot és Horgan atyát valósággal magába szívta a sötétség. Lindquist és gépe esetében az egyetlen magyarázat egy súlyos navigációs tévedés, amit sem az emberi szem, sem a műszerek nem jeleztek.
Ezek voltak az okok. De mi lehet a következmény? Valóban meghaltak? Hogy győződhetnénk meg erről? Csak akkor, ha megtalálnánk a roncsokat, de azok nem kerültek elő. És még valami. Hogy lehet, hogy ezeken a napokon a háromszög területén utazó többi emberrel semmi tragikus nem történt? Egyetlen elképzelést sem vethetünk el. Közülük a leggyőzőbb pedig a háromszög határain belül működő, írtózatos energiájú, elektromagnetikus erőtér. Visszatértem az Andros sziget melletti négyszöghöz. Ez a háromszög közepe. Alaprajzát a régészek hasonlónak tartják a yucatáni maja teknős béga temploméhoz. Kézi fejtésű sziklákból áll, mint a Bimini fal. A C14-es vizsgálata szerint a Bimini fal valószínűleg a föníciaiak kikötője volt, akik Yucatán felé rendszeresen átkeltek a háromszögön, 2000 évvel megelőzve Kolumbuszt. A yucatáni piramisok föníciai és maja építői az atlantisziak leszármazottai voltak. Edgar Cayce szerint is a Bermuda háromszögben kell rejlenie az eltűnt földrész nyomainak. Cayce azt hiszi, hogy az elektromagnetikus erő gondatlan használata okozhatta Atlantis pusztulását. Az elsüllyedt piramisok még mindig sugároznak. Talán itt keresendő a Bermuda háromszög titka. Hát ez minden. Piramis, profécia, elektromágneses sugárzás. Én itt kutatok tovább a háromszögben, míg bármilyen bizonyítékot nem találok. Akár archeológiai, akár geológiai, a legendás Atlantis titkainak megfejtéséhez. Mesés piramisainak, rezgő kristályainak, és ama letűnt kor többi csodájának feltárásához.